Zomba megválasztott polgármestere Mátis László számolt be a célkitűzéseiről, amelyek a község fellendülését eredményezhetik. A koncepció érinti a kulturális közösségi intézmények, illetve programokat is. Pozícióját hivatalosan októbertől foglalja el. Azok a dolgok, amik most Zomban vannak, azokra alapozva folytatnánk a dolgokat tovább. Én úgy gondolom, hogy Zomba egy jól élhető, kellemes lakóközösséget biztosít mindenki számára, aki itt él, nem csak Zomban, hanem Szentgálon és a környezetében lévőkre is igaz ez. Van egy jól működő önkormányzat. Igazából azokat az alapellátási dolgokat, amik most megvannak, azokat szeretném, ha meglennének, és ezeket szeretnénk továbbfejleszteni. A település lendő vezetője fontosnak tartja a népesség számának megtartását vagy növelését. Célja az, hogy a közösségi élet fejlődjön, a művelődési rendezvények szervezésével, intézmények modernizálásával, valamint új sportlétesítmények kialakításával. A civil szervezeteket, azokat a közösségi tereket, amik egy kicsit elhanyagoltabb állapotba kerültek, azokat szeretnénk visszafrissíteni. Amikor mögöttünk a régi Varroda épületében most ki lesz alakítva egy olyan konditerem, ami nem csak a futball tevékenységet, hanem egyéb más tehát erősítő gyakorlatokat is biztosíthat bárki számára. Sportolási lehetőségeknél a sportcsarnoknak a dolgait szeretnénk, ha egy kicsit jobban ismét felpezsdülhetne. Energetikai korszerűsítés előtt áll mind az iskola, mind a sportcsarnok, mind itt a óvoda. A rendezvények lebonyolítását a művelődési házzal, valamint a helyi szervezetekkel együtt hajtaná végre. Ez elősegíteni a helybeli csoportok összetartását, megerősítését. A hagyományőrző egyesületünk nagyon jól működik, kisebbségi önkormányzatok remekül működnek, tehát a székely-német cigány kisebbségi önkormányzatra alapozva, és egy kicsit ilyen ökonomikus dologra gondoltam, tehát az, hogy nem külön-külön lennének ezek az egyesületek, hanem egymást jó ismerjük egymást, egy kicsit tehát a rendezvények kapcsán is jobban összehozni őket. Itt az egyházi működésre is igaz. Az eddigi években a szépkorúak találták meg a számukra ideális kikapcsolódást. Ezért a tavaszi, az őszi és a téli események célcsoportja legfőképp a fiatalok, a kismamák és a kisgyermekes családok lesznek.